Itt még törik, itt pedig már hatalmas csomagokba rendezve érkeznek a futószalagra a dohánylevelek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében törik le az országban termesztett dohánylevelek 80%-át. A termelők, amennyire az időjárási körülmények engedték, mindent megtettek a minél magasabb terméshozamért. 2024-ben a termelőnkkel, több száz termelővel kötöttünk szerződést a Nyidoter Kft-n keresztül, amely egy termelői csoport, 2000 tonna Virginiára és 400 tonna Burleyre. Nagy reményekkel indultunk az idejében, termelőink mindent megpróbáltak tenni annak érdekében, hogy egy bőséges termés legyen, és ültetés követően azt hittük, hogy akár a 2200-2300 tonna Virginia tohányt is meg tudjuk termelni, de június hónapban volt egy nagyon erős csapadékhullám, nagyon sok területen belvizet okozott is, a dohánytőkék kipusztultak, majd augusztus, vagy július és augusztusban jött egy száraz periódus, egy aszályos periódus, ami más irányból csorbította a termésünket. Ennek ellenére azt látjuk, hogy 2000 tonna közeli mennyiség Virginiából meg lesz, és a Burley dohány nagyon közel lesz a 400 tonnához. Minőség szempontjából az eredmény hasonló a tavalyi évihez. Idén a termés minősége és mennyisége a közepesnél valamivel jobb volt. Az elmúlt három évben a költségek nőttek, ezért drasztikusan emelkedett a dohányára. Durván duplájára emelkedett a dohányára Magyarországon, a piacon. Termelőink ezt örömmel vették, és más mezőgazdasági kultúrákhoz hasonlítva a dohány versenyképessége sokat erősödött. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az a típusú Virginia dohány, amit termeltetünk, ez egy filler típusú Virginia, neki az ára jelen pillanatban Európában top kategóriában van. Ilyen soha nem volt még Magyarországon, erre büszkék vagyunk, és bízunk benne, hogy a magyarországi dohánytermesztés fenntarthatóságának ez is egy kulcsa lehet. A Virginia dohányokat Közép-Olaszországban, a Burleyt pedig Dél-Olaszországban dolgozzák fel. Ez nem csak azt jelenti, hogy a csoporton belül bérfeldolgozás van, hanem fokozatosan beintegrálták egy európai keverékbe, amivel a magyar dohány előtt megnyílt a lehetőség és a világ számos országába eljutott.